Taps és széles mosoly, így köszöntötték a magyar futball legendái az első születésnapját ünneplő Aranycsapat öröksége alapítványt a régi Sipos étteremben. A Magyarországra Futball Múzeumot álmodó egyesület egyik célja, hogy a magyar labdarúgás legsikeresebb időszakának méltatlanul elfeledett labdarúgói is megkapják ugyanazt a tiszteletet és megbecsülést, mint a korszak legnevesebb játékosai. A régi Sipos étteremben tartott történelmi találkozón az Aranycsapat keretének tagjai közül Buzánszky Jenő, Várhidi Pál és Tóth II József vett részt, míg a Magyar Labdarúgó Szövetséget Dunai Antal elnöki tanácsadó, valamint Borbély Zoltán, a jogi és sajtóosztály vezetője, az Aranycsapat öröksége alapítvány felügyelő bizottságának elnöke képviselte. Az Aranycsapat öröksége alapítvány kuratóriumának főtitkára éves beszámolójában azt mondta, 365 nappal közelebb kerültünk a nagy álom, azaz a futballmúzeum megvalósításához. A legnagyobb álmunk azonban az, hogy az immáron konkrét lépéseket tegyünk a Magyar Labdarúgás Múzeumának létrehozásában. Kedves vendégeink, most tekintsék meg az erről készült illusztrációt és látványtervet. Bízom benne, hogy ebben a kellemes társaságban valamennyien további kiváló ötletekkel rukkolnak elő, hogyan, miként lehetne még ismertebb, és nem csak hazai, hanem nemzetközi mércével mérve is jegyzett a mi alapítványunk, ami méltó emléket állítana labdarúgásunk kiválóságai számára. Az Aranycsapat jobb szélsője szerint a magyar legendák megérdemlik, hogy az utókor egy múzeumban tekintse meg dicső tetteiket, begyűjtött trófeáikat. Hogy egy nemzetnek a múltját, egy magyar labdarúgásnak a múltját is valamilyen formába megörökölni, és annak egyik lehetősége, hogy egy múzeumnak a létrehozása, annak érdekében, hogy azok a évtizedek, azok a most már ugye 100 éves is elmúlott már magyar labdarúgás, azokat valamilyen formában az utókor számára meg tudjuk mutatni azt, hogy hogy indult el ez a magyar labdarúgás, milyen eredményeket ért el, és az, ami remélhetőleg a nézőknek és azoknak a gyerekeinek a lelkébe azért valahol bevándorol az a tudat, hogy nekik tovább kell vinni azt, hogy a múzeumba tudjanak bekerülni, és a magyar labdarúgásnak a múltja évről évre eredményesebb tudjon lenni, és hát követni tudják az emberek, akik hát sportszeretetből elmennek egy múzeumot meglátogatni, hogy meglássák azt, hogy milyen a múlt, milyen a jelen, és bízzanak a jövőbe. Tehát lényegében ezt szeretnénk létrehozni, és egy éve már akciózunk ebbe a dologba, és úgy néz ki, hogy az új stadionnak az építésénél követjük a nyugatiaknak a példáját, mert ott minden nagyobb egyesületnek van múzeuma, sportmúzeuma, hogy itten Magyarországon is elő tudjuk teremteni azt, hogy milyen volt a múlt, milyen a jelen, és milyen a jövő. És hát ez a célunk ebbe, hogy hát adjuk példát a jövő nemzedéknek, hogy igenis, érdemes magyarnak lenni, érdemes magyar futballistának lenni, nem muszáj külföldre menni, mert itt is megtalálják azt a magyar embereknek a megbecsülését, az a szeretetét, annak érdekében, hogy a magyar sport előbbre menjen, és hát valahol azért benn maradjunk Európa labdarúgásának a történetébe, és hát megfelelő eredményeket tudjunk elérni magunk, magyar embereknek az örömére és a nemzetközi megbecsülésre. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki tanácsadója szerint a futballmúzeum egy több évtizedes hiányt pótolna. Óriási dolognak tartom ezt a múzeumnak a létrehozását. Én úgy érzem, hogy a magyar labdarúgás szintén megérdemel, hiszen rengeteget járok külföldre, ha csak mondjuk a spanyol kapcsolataimat ugye elmondanám, ugye, hogy rengeteget járok a Spanyol Labdarúgó Szövetségnél, voltam többször már, ugye ott is egy nagyon komoly múzeum van, bemutatják, hát visszamenőleg 100 év, tulajdonképpen az összes válogatott játékosok, az erekéket, különböző címeket, kupákat, stb., amit nyertek. Hát ez egy nagy dolog, és ez egy program tulajdonképpen, amikor egy család
család elmegy mérkőzést nézni, vagy maga spanyolok, vagy a külföldiek, de vagy nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy Barcelona vagy a Madridnál, ugye, hát a múzeumnak a megtekintés az egy egész napos program, nem csak a mérkőzést mennek megnézni ilyenkor, hanem ugye a múzeumot, és természetesen mindjárt ott van a vásárlási lehetőség, különböző dolgokat, a dresszeket és különböző emléktárgyakat lehet venni. Úgy érzem, hogy ez a kezdeményezés nagyon jó dolog, reméljük, hogy ugye minél hamarabb felépül a nagyszerű stadionunk, mert úgy érzem, hogy rám férne Magyarországra legalább egy szép stadion kellene, és azon környékén minden egyben lenne, ahogy kell igazából, gondolom, hogy most nagyon meg fogják majd tervezni, hogy milyen legyen, és annak az oldalán ugye akkor mindahogy a gondolat is van, hogy ott létrehozni a múzeumot és ott feleveníteni, ugye hát most már azt hiszem, hogy 110 évesek is elmúltunk, na jól tudom, nemrég ünnepeltük a 110 évet a Magyar Labdarúgó Szövetség, úgyhogy ebből az alkalommal epideje, hogy létrejön, bár van némi kis, a szövetségben van némi kis hát múzeum vitrinekbe, de úgy érzem, hogy az igazi az lenne, hogyha egy eredeti felépítés csak erre célra szolgáló igazi labdarúgó, Magyar Labdarúgó Múzeum lenne, jönne létre, bizakodunk, hogy meg lesz. Megvallom őszintén, akkor, amikor egy-egy ilyen alkalomra összehívnak minket, én nagyon boldog örömmel eljövök, mert hát nagyon sok olyan régi játékos partnerrel ilyenkor találkozom újra, akikkel már nagyon hosszú ideje nem. És ez mindig egy nagyon jó dolog, mert ilyenkor az emberbe fölvetődik a rég elmúlt, hogy akkor mi volt és hogy volt, és azt nem beszélve arról, hogy aztán a közös beszélgetés során előjönnek a régi emlékek, ami mind komoly dolog volt, és hát egy olyan óriási visszaemlékezés, ami mondjuk ebbe a szakmába, idézőjelben mondom, hogy szakma, a labdarúgásba, ebbe ez egy óriási esemény és egy óriási nagy dolog volt akkor. Puskással nagyon, megmondom őszintén, nagyon jó volt a kapcsolat. A Puskásnak az alaptermészete olyan volt, hogy ő már talán a világ legjobb játékosa volt, és itt Magyarországon, ugye magyar, sokszoros magyar válogatott, de akkor, amikor volt egy mérkőzés után egy bankett, vagy egy akármilyen egy edzés után leültünk és beszélgettünk, szinte elfelejtette mindenki azt, hogy na hát ez az ember, akivel itt ül, ez a világ legjobb labdarúgója. Mert volt egy olyan időszak, amikor nem csak a pályán döntötték el azt, hogy na ki volt a világ legjobb játékosa, hanem bizony kint a civil életben is kénytelenek voltak nagyon sokan, még sokszor ellenségek is tudomásul venni, hogy abba az időben a Puskásnak nem volt párja a világon. Olyan játékosok között futballozni, mint akkor én voltam, én örültem, ott vagyok. Soha életemben nem is törődtem velem. Én örültem annak, hogy ott vagyok, egy Puskásék mellett. Ha kapus kiütött a labdát, örültem, hogy oda üti előttem. Ezt nem én csináltam, az véletlen volt. Azt a másik, hogy én tudtam segíteni valamibe, egy Kocsis Anyikámnak, vagy többieknek, vagy akár melyiknek, az öröm volt nekem. A világbajnokságon szerzett góra, hogy emlékszik? Az a kérdés, melyikre. Mert bocsáss meg, a németek ellen 8-3-asra. A jobb szerint elfutottam, elmentem labdával. A kapus, aki akkor volt, nem tudom ki volt a németek kapusa, már elfelejtettem, kilépett, és én nem úgy voltam, úgy csináltam, hogy beadom, és nem adtam be, nem külsőbe, beestem a kapuba. Ez az egyik volt a 8 közül, de akkor könnyű volt, mert 8 volt, az más volt. Csak a legszomorúbb az, hogy én a döntőn nem játszhattam, mivel a brazilok ellen lesérültem, és én nem játszhattam, és az nagyon fájt. Pont egy brazilokat megvertük 4-2-re, úgyhogy azokat nem volt problémánk. Csak széjjeltük, és azt nagyon szeretem volna játszani, de nem ment. És most már évtizedek után mindenféle országot mondják azt, hogy ilyenek, olyanok, ő doguk. De amikor mi játszottunk, nem voltak sehol. Mert én büszke vagyok rá, hogy bárki ellen játszottunk, mindenkit megvertünk.